szeretnék megosztani. És hát mondom, akkor csinálok egy ilyen videós sorozatot, lejövök ide a tengerpartra, és akkor ezt meg például szépen fölteszem a Facebookra, illetve a YouTube-ra. Ugye live-ban nem tudjátok ezt nézni, nem is fontos ez, hogy rögtön akkor lássak, amikor én beszélek hozzátok. Bár szeretem ezeket az élő dolgokat, mert annak van igazán ereje, annak van igazán energiája, akkor abban a pillanatban élőben nyomok. Úgyhogy ma egy olyan témát hoztam nekünk. Ugye sokszor felmerül a mi tevékenységünk során, ugye mi ajánlói marketinget folytatunk. Tehát magyarul nem MLM-ezünk, csak a néz, teljesen összetévesztik ezt, meg nem pilóta játékozunk. Tehát nagyon sok különbség van az ilyen, úgymond, farstok közül, csak azért elmondom nektek, hogy én sem tudtam ezt mindig, hogy miért, hogy van. És én is fogadtam vele olyan cégekbe, ami hát ilyen kecsegtetőnek tűn, de végig a játverés. De hál' Istennek gyorsan észhezt értem, és innentől kezdve más lesz a lány bekötetni.
Na, akkor egyébként nagyon jó, mert itt van Laci bácsi mellettem. Laci, te hány éves vagy? Jaj, 74. Laci, de 27-et tartom magam. Laci, 70-20-os. És nagyon-nagyon érdekes az ő története, mert ugye amikor megláttam például őt egy színpadon, és azt mondta, hogy figyeljetek, gyerekek, ne higgyetek el semmit, csak nézzetek meg, hogy én mit csinálok. Úgy akkor egy kicsit más lett a lány fekvésze, és nagyon érdekes, hogy már itt van Laci, elkapott a tengerparton, akkor egy iskola példája Laci annak, hogy aki azt mondja, hogy nincs ismeretségi köröm, akik nem tudom ezt az egész dolgot csinálni, hát ő azt kell tudni róla, hogy ugye vajdaságból jött, tehát Magyarországra, tehát nulla. Kettő ismerőse volt, ez ő ki volt. Két embert ismert van cél összesen. Most lehetett képzelni, hogy abban nem lehet birodalmat építeni. Keresni kellett olyan embereket, akiknek ezt a programot, amit képviselünk, és ugye el kellett ajánlani, nem? Na most, Laci, te mit csináltak? Ő főleg offline építkező, mit csináltál? Milyen volt a képzelet? Szóba álltak, azok valakik voltak egy kicsit is, megkérdeztem, hogy vannak, mit vannak. Szóval, itt a titkotális árót, Laci, hogy emberi kapcsolatot kell ápolni, és nem kell szégyenni, hogy emberekből vagyunk, és esetleg ismerkedünk más embereket. Nem volt olyan, hogy félreérthetnék, hogy tudom, hogy egy csajót nem akarsz, vagy soha nem tudom. Soha nem tudom, mert egy felem szóval már egy szépen elvégi. Ilyen sokkal kis utvarlás benne van, ha nem kell, hogy legyük el a kapcsolatban. Eltűnt. Van egy kérdésem közül Latihoz, mert ugye sokan akkor csatlakoznak hozzánk. Egyébként elmondom, hogy én is, amikor ugye beteg voltam, és akkor kerestem rá majd megoldást. Neked volt valami betegséged? Hála Istennek, nem. Figyeljetek! Én mai napig se jól érzem magam, körülfutom a Margit szigetet, ami nem minden nap egy ilyen 74 éves embernél, de a jót nem szabad kiszolni, el kell mondani mindenkinek is, mindenki azt csinál be, amit akar. Ez számszakileg mennyi volt? Tehát tudni kell, mennyi ideje vagy a programunkban? Most már a hetedik éve van a Laci a programon. Melyik volt a 7 évben a legnehezebb év? Mindig a kezdetben. Egy kicsit fura dolog volt, mert a csalódások úgy jönnek az emberbe, hogyha rögtön feladja. Nem szabad feladja. Nemet mondanak, annak örülni kell. Örülni kell a nemnek. No, én örültem a nemnek. Nem biztos ilyen emberek is voltak, nem itt vagyok így. Figyeljetek, most olyan, azért jó, hogy Laci hirtelen elkapott, és biztos látjátok, hogy... Hási is kaptam el a Vilmos most, de mindegy. Tehát biztos látjátok, hogy mi próbálunk segíteni olyan embereknek, akik szeretnék ezt az éles stílust, ami nekünk van, csak valami kifogást keresnek, hogy most ezt miért nem lehet csinálni. Egyébként elmondom, hogy a belép arról szólt, hogy ez a téma, hogy most a pilótajáték, vagy ez a csupitos pilótajáték, valahogy jó átjöttük az embereket, hogy vásároljanak. Nem ez a lényeg. Egyáltalán nem ez a lényeg. Semmivel sem lehet itt hasonlítani a jót. Ami jó dolog, azt meg kell osztani, ez egy rendkívüli, különleges dolog. Egyszerű, nagyszerű, 2 éves gyermektől az aggaskánkor is mindenkinek érdemes eljutatni ezt a kedves kis infót, hogy mivel találhatunk az embert.
most Laci egyébként elmondta, hogy információt adunk át az embereknek. Tehát semmilyen tukmálás, amit mi tudunk. Tehát mindig azt mondtuk, hogy nem kell házalni, mert az embereknek a agyába pontosan, pontosan rossz a dolog, hogy mennyi biztos, hogy fogtatni kell az embereknek. Nem. Laci elmondta, ismerkedni kell. Nem kell szerelem, nem? Pontosan össze lehet hasonlítani. Ez már szeretem, amiben mi vagyunk mindannyian. Család, barátok, nagyon nagy csoda, hogy ilyen lehetőségre jutott szer az embernek. És én mindenkinek tiszta szívből ajánlom, hogy ismerkedjél meg a dologban. Mikor egy picit megismeri, akkor nem tiszta szív, nem lehet mondani semmire. Laci bácsi, figyelj csak, én még megyek egy kicsit, aztán jövök vissza, aztán beszélünk, hogyha gondolod, jó? Majd imádja az embereket, imád velük beszélgetni. Semmi más nem csinál, csak minden nap bizonyos emberrel összeismerkedik és olvasva információkat ad át. Nem tud már senki. Nem véletlenül van az, hogy már Isten, azt hiszem, hogy a 13. utazáson van túl. Tehát valamit tud. Na, szóval visszatérve az eredeti gondolatmenethez. Sokan összetévesztik az ajánlói marketinget az átverős pilóta játékokkal. Mi se szeretnénk történbe jutni, tehát még véletlenül se foglalkoznánk olyan dologgal, ami ugye nem legális dolog. Úgyhogy ennyit szerettünk volna, vagy szerettem volna ma így volt, azt elmondani. Egyébként csinálom ezt a sorozatot, tehát nem akarom hosszú lére engedni a dolgot. Figyeljetek ezekre a videókra, mert próbálom úgy összeállítani, hogy tudjuk, hogy tudjak nektek segíteni, azért mondom, hogy több egy számom, mert több mint 70-en, tehát majdnem 80-an jöttünk ki erre az én szentév útra, és szóval nem lehet hülyíteni az embereket, nem lehet olyan dolgokat mondani, ami nem úgy van. Nagyon-nagyon jó érezni minket azért, nagyon-nagyon sok embernek segítettünk, akik tényleg egy padló szintre kerültek az életbe. Mindenkinek vannak ilyen élményei. Ne várjátok még mi, ugye a parkból szintre kerültök, hanem még hamarabb keresetek bennünket. Higgyetek el, lépésről lépésre el fogjuk mondani, mit csináljátok. És még utolsó tanácsként, ne menjetek fel az internetre azért, hogy kezdjétek el a hibákat keresni, hogy mit csinálunk, mert nagyon sokan ugye fölmennek, megnéznek egy-két dolgot, és ugye rögtön megtalálják a negatívot. Ismerjétek meg hiteles emberektől azt, hogy mivel is foglalkozunk, mit csinálunk pontosan. Meglátjátok, nem fogjátok megbánni. Sziasztok, az erről legyen veletek, és hát látunk a következő videóban.